Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez itt a hétfő esti háttér. Egy különleges utazáson, egy különleges látogatáson vehettek részt a közgazdasági és informatikai szakközépiskola diákjai. Az Európai Parlament munkáját ismerhették meg közelebbről. Hogy milyen élményekkel lettek gazdagabbak Strasbourgban, erről fogunk beszélgetni itt a stúdióban Tarkó Ilona tanárnővel, valamint két nagyon tehetséges diákkal. Bocsánat, Ócsai Réka, majdnem eltévesztettem, és Sepsi Alex. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásomat, és itt vagytok, és ilyen nagyon-nagyon szép témáról, illetve élményekről beszélgethetünk. Hát kezdjük azzal, hogy nem először jártak kint a gyerekek az Európai Parlamentben. Ez már mondhatni egy hagyomány a közgázban, hogy évről évre kijuthatnak a tanulók? Hát nagyon szeretnénk, ha hagyománya lenne, az minden esetre nyilvánvalóan az Európai Parlamentnek köszönhető, hogy egyáltalán van ilyen lehetőség, és azért nem évről évre, de úgy tűnik, hogy most már két évente ez a harmadik alkalom, hogy a közgázból kijutott egy-egy csoport, mert itt igazából csoportról van szó, 24 főt látnak vendégül, és hát nyilván a parlament és az EU mellett, akinek mindenképpen köszönhető ez az egész, Kovács Zoltán igazgató helyettes, aki egyáltalán felfigyelt erre a lehetőségre, és hát tudtunk róla. Egyébként előtte már próbálkozott, tehát többedik alkalom, mire sikerült megnyerni ezt a versenyt. Miről szólt tulajdonképpen a kiírás, és milyen élményekkel gazdagodtatok? Hány nap volt ez, egy picit beszéljünk erről, Réka? Hú, hát ugye ez egy interneten zajló verseny. Ez volt az első fordulója, és ezt háromszor próbáltuk meg, ez az osztály háromszor próbálta meg, harmadjára ugye sikerült, és igazából rá, nem is tudom hány napra tudtuk meg, hogy mehetünk. Pár napra, és nagyon örültünk már azóta, teljes lázban égett az egész osztály. Ezt decemberben tudtuk meg, és tavasszal indulhattunk ki. Összesen hányan voltatok? Hány fős volt a csapat? Hát az egész osztály kiment, de a parlamentbe csak 24-en mehettünk be, és akkor így zajlott. Jó, és mi történt a parlamentben, Alex? Hát ugye előzetes feladatokat kaptunk elsősorban, azt hiszem 6 vagy 7 témát, ilyen Európa Uniót érintő témákat, és ezt az osztály között fölosztottuk, azt hiszem egy csapatba, egy témához 6 ember volt hozzárendelve, és ebből fölkészültünk. Aztán az egész parlamentes nap arról szólt, hogy ezeket a témákat megvitassuk, úgy unblock a 20 akárhány ország gyerekeivel együtt. Mennyire kellett az Európai Parlament munkájába, a hatáskörbe, amilyen munkát ott végeznek, egy picit belásniuk, vagy nagyon belásniuk a diákoknak magukat, mielőtt kimennek? Hát nyilván az, hogy már kijutottatok, az már önmagában egyfajta lépcső ennek a felkészülésnek, de különleges felkészülést igényelte. Igen, mindenképpen, és nagyon sokat dolgozott velük, mert hogy ugye ott angolul vagy franciául lehetett beszélni, nagyon sokat dolgozott velük Gálné dr. Békés Györgyi, az angol tanárjuk, rengeteget utána néztek, szókincset bővített, speciális könyvet vett hozzá. Én azt gondolom, hogy nagyon is megterhelő és nagyon nehéz száraz anyag igazából, hogy működik egy-egy parlament, nem csak az uniós, akár ugye a saját parlamentünket is vehetnénk. Nagyon sokat dolgoztak vele a diákok, én azt gondolom, hogy igazán lelkiismeretesen fölkészültek erre. Mi mindent tudtatok meg? Az Európai Parlamentről nyilván nagyon komplex a kérdésem, és összetett, és sokáig tudnátok róla mesélni, de mi volt mondjuk a legérdekesebb? Hát, ami mondjuk meglepődtetek, hogy úgy működik, vagy olyan hatásköre van a parlamentnek? Számomra az, hogy a nyelvek mennyire fontosak, és mindenki képviseltetheti magát a saját nyelvén, és tényleg erre nagyon odafigyeltek ott is. Igaz, mondjuk francia, angol és német tolmácsok voltak élőben, amikor mi kint voltunk, de egyébként minden gyűlésen vagy ilyen konferencián minden nyelv képviseltetheti magát. Ugye több mint 750 képviselője van az Európai Parlamentnek, tehát magát az üléstermet is el tudjuk képzelni, hogy borzasztóan nagy lehet. Találkoztatok-e magyar európai parlamenti képviselőkkel? Én úgy hiszem, hogy nem. Találkoztatok? Nem. Voltak. Amikor mi voltunk, akkor pont nem volt magyar, úgyhogy igazából mi nem találkoztunk
magyarokkal, tehát magyar képviselővel nem. Volt olasz, francia, német, és az talán angol, nem tudom, a negyedik már, de magyar nem volt. Mi mindenről döntöttek ezen a napon, amikor ti ott voltatok? Ez azért nagyon érdekes, hogy mi volt a napirend? Hát igazából nagyon nem döntöttünk semmiről, csak megvitattuk ezek a témákat minél bensőségesebben, és ez a 700-valahány gyerek döntött, hogy elfogadja a javaslatot, amit kidolgozott néhány csapat, vagy pedig elutasítja. A magyarok egyébként, a magyar diákok, mondjuk így az Európa többi országában lévő diákok közül, mondjuk hierarchiában hol helyezkedtek el felkészülés tekintetében, hogyan láttátok? Hát erről igazából ők tudnának jobban beszélni, mert hogy a tanárokat rögtön leválasztották róluk. Azt gondolom, hogy nagyon helyesen, és próbáltak ilyen nemzetközi csapatokat kialakítani. Nyilvánvalóan sok minden nem múlhatott ott belül egy-egy csoport munkába. A felkészülés az biztos, hogy rendben volt, azt tudom, mert egy-két órára be is mentem, tehát tényleg nagyon sokat dolgoztak vele. De hát azért azon is múlt, gondolom én, de mondom, én nem voltam ott bent velük, tehát én a végeredményt, mint a plenáris ülést láttam megint, ahol nagyon aktívak voltak általában a diákok. Tehát azt nem gondolnám, hogy különösen kiemelkedő voltak ebben a magyarok, hanem úgy általában azt kell, hogy mondjam, nagyon sokan hozzászóltak, jelentkeztek, abszolút aktívnak gondolom általában a diákokat. Réka, Alex, hozzátok mindkettőtök az intézem a kérdést, van-e valami fajta ilyesmi tervetek a jövőre nézve tanulmányaitokat illetően? Ha már jártatok egy ilyen nagyon különleges helyen, és ilyen különleges élményben volt részetek, gondolkoztok-e politikai, jogi pályán, hova szeretnétek tovább tanulni majd? Nekem sok tervem van, és elsősorban ez a Európai Parlament annyiban játszik szerepet, hogy én tolmács nagyon szívesen lennék ott abban a közegben. Nekem nagyon tetszett, hogy ugye ez az épület úgy volt, hogy körbe-körbe voltak a tolmács termek, mint francia, olasz, német, angol, tehát minden európai nyelven ott ez mind szerepelt. És én nagyon szívesen ülnék ott a magyar szobában. Hát reméljük, hogy erre sor kerül, akkor kaptál ehhez egy löketet. Most az biztos. Réka, neked? Hát mindenféleképpen külföld is szerepet játszik az én terveimben, de nem hiszem, hogy parlament, vagy politika, vagy a jogi pálya itt közgazdaság után. Van-e lehetőségük még a közgázos diákoknak, hogy ilyesfajta élményekben, mint mondjuk a Rékáéknak részük lehessen? Igen, csak annyi a kikötés, hogy egy éven belül nem lehet ugyanabból az iskolából még egy csoport, úgyhogy van. És biztos, hogy van is erre próbálkozat, biztos, hogy lesz, aki majd próbálkozik. Hát nyilván ők már nem, meg jövőre ők már végeznek, meg egyáltalán nagyon örülünk, hogy volt ez a lehetőség. És vissza egy picit a munkához, nekem az volt nagyon kedves megjegyzés, hogy jöttünk kifelé, mert hogy reggel 8-kor mentünk be, és 6 után jöttünk ki. Igen, és akkor közben ugye folyamatosan nekik csak angolul, tehát magyarul max egymás között beszélhettek, de hát erre nem volt folyamatosan alkalom, csak egy-két ilyen perc, tehát alapvetően végig idegen nyelven kellett beszélniük, úgyhogy amikor jöttünk kifelé, az egyik diák megjegyezte, és szerintem nagyon kedves megjegyzés volt, hogy na hát nagyon elfáradt, és akkor lehet, hogy mégis a képviselőség se olyan könnyű munka, mint ahogy gondoljuk. És ez azért egy ilyen hosszú hát ülés után azért eléggé jellemző. Ugye tulajdonképpen arra, hogy kint jártatok az Európai Parlamentben, igazgatónő hívta fel a figyelmemet az egyik forgatás alatt, és nagyon büszkén mesélte, hogy folyékonyan beszéltetek, amit most te is mondtál, angolul, és erre végtelenül büszke. Nagyon kíváncsi lennék, hogy a közgázban, az iskolában ennek az útnak milyen utóélete volt. Mennyire kaptatok dicséretet? Persze, ezt kaptunk, meg előélete is volt egyébként, mert ugye mi nyelvi tagozatos osztályba járunk, szóval már az első évünkben nagyon kemény nyelvi órák voltak, meg sok, és így ez alapot adott, hogy tudjunk megszólalni angolul például. És németet is értettük, meg az angolt is természetesen. Hogyha össze kéne foglalni egy-két mondatba, akkor mi volt a legnagyobb tanulsága, vagy a legnagyobb élmény, amit ez az út adott nektek? Hát én nem tudom pár szóval összefoglalni. Akkor van idő. Nekem azt tetszett nagyon, amikor
volt egy egyórás, másfél órás szünet, és abban kaptunk egy kérdőívet, és a kérdések mind különböző nyelven voltak, és akkor olyan nemzetközi csapatot kellett kreálni is, és nekem nagyon tetszett, hogy együtt lehettem egy több külföldi diákkal. Réka, neked? Igen, nekem is ez, hogy tudtunk külföldi országból jövő gyerekekkel is beszélgetni, és megtudni az ő kultúrájukat, és tényleg jobban megismertük az országukat is ezáltal. Talán a 2 percünk maradt sajnos a beszélgetésben, de nagyon tudnánk még itt órákat. Nagyon kíváncsi lennék, hogy mondjuk a tanrendben, a tanórákon mennyire kap szerepet mondjuk az európai jog, vagy egyáltalán az unió. Mennyire tudnak a gyerekek erről, mennyire kell nekik, mennyire a tananyag része, vagy csak ilyesfajta nagyon különleges kihívások kapcsán. Történelemből természetesen tananyag része, de még nem ott tartunk, de hát nyilván előre vettünk dolgokat, illetve kaptunk segítséget is. Úgyhogy igazából mindenképpen része az érettség, történelem érettségének is része az Európai Unió, illetve hát tavalyig volt társadalom ismert, ami most már ugye nincsen, mert etika van helyette sajnos, és hát annak is a része volt ez, és hát nyilván nagyon fontosnak tartjuk, meg így aztán mi most osztályfőnöki órákon, sőt angolon, igaz, hogy angolórán is beszéltek ezekről a témákról. Nyilván nagyon fontos, súlyos témák is voltak itt a menekült kérdéstől kezdve a fiatalok munkanélküliségéig, tehát azért tényleg olyan problémákat beszéltek meg, amik égető problémák, meg ma aktuális problémák, és nagyon nehéz, hát a felnőttek nem tudnak rá, úgy tűnik legalábbis, hogy nem igazán tudnák rá válaszokat adni, de jöttek tőlük egyébként, voltak megoldási kísérletek, meg próbálkoztak vele, és el is hangzott ez is a plenáris ülésen. Úgyhogy egyébként igen téma, természetesen. Én nagyon gratulálok nektek, volt közgázosként, különösen büszke vagyok rátok, úgyhogy tényleg nagyon gratulálok a felkészítőknek, és természetesen az egész iskolának, és remélem, hogy még nagyon sokszor ülhetünk itt ilyen témában a stúdióban, és hívhatunk meg titeket, akár titeket is majd. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen a meghívást. Kedves nézőinknek, önöknek pedig a figyelmet, köszönöm, háttér holnap is lesz, akkor majd Velkei G. Mátyás kollégám számít a figyelmükre, viszontlátásra.